A műsor és a magyar úszósport elkötelezett támogatója az Aréna, a Szerencsejáték ZRT, az Antenna Hungária, az Audi, a Market ZRT, a Danubius Hotels, a Viva Vitamin Víz és a PricewaterhouseCoopers. Köszöntöm Önöket! Csak úgy kapkodjuk a fejünket, egyik versenyből a másikba csöppenünk. A rövidpályás Európa-bajnokság után ezúttal Kaposvárról a rövidpályás országos bajnokságról jelentkezünk. Megéri velünk tartani, hiszen a startfejes mai adásában egy bővebb összefoglalót láthatnak a versenyről. Milák Kristóf kihagyta a rövidpályás EB-t, azonban mégsem mondhatjuk, hogy kipihenten érkezett Kaposvárra, hiszen a fő célja az olimpia, amelynek mindent alárendelnek mesterével, Selmeci Attilával. Az elején nagyon motivált voltam, kíváncsi voltam arra, hogy mire vagyok képes azokban a számokban, amikor igazából nem az erősségeim, de edzés közben az elmúlt egy hónapban éreztem azt, hogy nagyon sokat tudok javítani. Gondolok itt az 50 gyors, 100 gyors, 100 pille, 50 pille, inkább most ezek a sprint számok és a gyors számokra fókuszáltam, hiszen most tanultam meg néhány olyan dolgot, amit eddig tudnom kellett volna, és tényleg sikerült olyan úgy hozzáállni az egészhez, meg tényleg annyit javultam, hogy láttam magamban az esélyt és az erőt. Említetted, hogy Japánban edzőtáborban tanultatok új dolgokat, akár a fordulóterén is. Ezt most tudtad kamatoztatni? Igen, a japán edzőtábor úgy gondolom megtette a hatását, és ezt most tudtam úgymond megmutatni, vagy kipróbálni én is először, hogy mennek ezek az új dolgok. Mint 100-on, mint pedig 50-en, inkább gyorsan, mint sem pillén. Tényleg örülök, hogy ezekben a számomra kicsi idegen számokban is sikerült most javítani. Azt nézzük, akkor a rövidpálya is idegen számodra. Most hogy tetszett? Igazából úgy állok hozzá, hogy minél több forduló van, annál több esély van nekem rontani. Ez most össze is jött 100 pillangó közben. Ha csak a mai napról kell beszélni, akkor 100 pillangó igazából nem jött ki egyáltalán a fal, mindig rá kellett csúsznom. És ott még volt egy kicsi, ezért kellett az utolsó 25-ben egy akkora hajrát megindítanom, hogy kihatott egészen a kettő gyorsomra is. 200 pillangó és 400 gyors, az hogy ízlet? 200 pillangót igazából gondolva arra, hogy még előttem a három nap, ezért tartalékoltam, igaz, javítottam rengeteget, de körülbelül annyit úsztam, mint akár tavaly vagy tavaly előtt a rövidpályás országos bajnokságon, egy 52-es idő. Jobbnak láttam azt, hogy inkább pihenek a többi napra. 400 gyorsot kezdtem a második napon, és arra úsztam az 50 pillét, ott igazából megint föl kellett áldoznom egy olyan számot, amiben nagyon erős vagyok, és inkább arra mentem ki, hogy meg tudjam nyerni, mert 50 pillén tényleg éreztem magamban a kvalitást és a lehetőséget, hogy meg tudok fogni néhány hazai jó sprintert, és ez nagy össze is jött, és nagyon örülök neki. Talán a 100 gyors, amivel most úgy nagyon elégedett vagyok, hiszen sikerült nagyon nagyot javítani, és sajnos ott sem volt tökéletes, mint mindig, de az vigasztal, hogy mindig van hova fejlődni. Ez a verseny mit jelent az olimpiai felkészülés tekintetében? Hát amit úszni kell, az biztos felkészülés az olimpiára. Szóval igen, igaz rövid pálya, de úgy fogom fel minden edzés, minden verseny, hogy tényleg felkészülsz az olimpiára, és mindig megvan az esély, hogy tanuljak, vagy éppen kijavítsam a hibáimat. Hogyan tovább? Hogy fognak telni számodra a karácsonyi ünnepek? Hát ugye nekem ez volt az utolsó versenyem a rövidpályás országos bajnokság itt Kaposváron. Szeretnék már pihenni végre, már nem is úszok semmiféle versenyt.
aktív pihenés lesz, szerencsére napi egy edzéssel, de igazából ez egy ilyen formátmentő edzések lesznek, és inkább próbálok majd arra figyelni, amit egész év. Próbálom összegezni az évet, azokat a hiányosságot, amiket edzésen ki kell küszöbölni, akár ki kell egészíteni az edzést, vagy akár el kell venni belőle valamit, és tényleg megpróbálok mindent feláldozni az olimpiáért. Cseh Lászlót rég láthattuk hazai vizeken versenyezni, vagy egyáltalán versenyezni, hiszen ő is mindent belead, hogy kijusson az 5. olimpiájára. Úgy érkeztem ide, hogy reméltem, hogy jól fog húszni. Ez egy kicsit elmaradt, de én úgy érzem, hogy az edzések maguk jól mentek. Versenyzés még nem volt az igazi, de így a csapatban azért a váltóúszásokat nagyon élveztem, és próbáltam a maximumot nyújtani. Milyen állapotban vagy így edzés tekintetében, vagy úgy érzésre? Az edzések nagyon jól mennek, nagyon jól bírtam, meg nagyon jól is teljesítettem edzéseken. A versenyeken nem sikerült ezt kihoznom magamból. Megcsináltunk egy kisebb teljes felkészülés nagyjából, de most van mire építkezni, és el tudjuk hétfőtől újra kezdeni a most már hát gyakorlatilag az olimpiára a felkészülést. Mi az a szám, amire azt mondod, hogy ez azért biztató? Hát ilyen számot nem tudok mondani sajnos. Nem volt olyan szám, amire azt mondanám, hogy biztató. Voltak jobb megmozdulásaim úszások közben, de arra jó volt a verseny, nagyon sok megint olyan dolog jutott eszembe, amiket elfelejtettem, és most újra oda kell figyelnem, és ezt majd edzésen gyakorolni kell. Egyik interjúban azt nyilatkoztad, hogy az országos bajnokság után jövőre elgondolkozol, hogy mi legyen a karriereddel, mi legyen a folytatás tekintetében. Ez a verseny dobott valamit alatba? Hát ha ilyen lesz a nagymedencés magyar bajnokságon, akkor valószínűleg nem fogom folytatni, de azt gondolom, hogy ilyen nagyon jó visszajelzés volt, és van még időm nagyon sok mindent kijavítani. Mit gondolsz, mit kell javítanod az úszáson? Hát felsorolni is nagyon hosszú lenne, nagyon sok mindent kell javítanom. A maga az egész úszásnak a gyorsasága nem elég jó, nincs meg az a sebesség, ami kellene. Úgyhogy ezen még dolgozni kell. Állóképességben szerintem azzal annyira nincsen gond, de a többiben azért vannak problémák. Jól érzed magad? Jól érzed magad úszás közben, edzéseken? Edzésen nagyon jól érzem magam, még a legnehezebb feladatoknál is élvezem, és jól szenvedek, de versenyeken vannak azért mentális problémáim is, úgyhogy ezeken is javítani kell. De mondom, ez most így évvégén jó volt, hogy így szembesülhettem ezzel, és láthattam, hogy mik a gyenge pontjaim. 200 vegyesen Sós Dániel éppen Cseh Lászlót utasította maga mögé. A szövetségi kapitány fia az Egyesült Államokban edz, csak erre a versenyre jött haza. 200-es az jó volt, kicsit elfüstöltem a lábamat az első 25 gyorson, úgyhogy még talán lett volna benne egy kicsi, de nem akart, hogy a lacék följöjjenek rám, mert tudta, hogy az utolsó 25 nem fognak utolérni, úgyhogy inkább taktikát váltottam ott 200-es közben, és hát így lett inkább egy kicsit lassabb idő, de legalább biztos voltam benne 175-nél, hogy győzni fogok. Meg is lepődtem a 400 vegyesen, mert előző héten is volt egy verseny, és ott 400-on nagyon meghaltam, úgyhogy kicsit aggódtam, és vártam 300-nél, mikor savasodok el, nem savasodtam, úgyhogy nagyon örültem a 400-nak, illetve a 100 vegyesnek nem gondoltam volna, hogy 3/10 leszek az országos csúcstól. Sose voltam egy sprinter ember, úgyhogy ez meglepett engem is. Hát ez egy ilyen hét, ennek nagyon örülök, hogy most így megy. Azért mentem ki, hogy megszerezzem a diplomámat, itthon nem sikerült volna ez, szerintem. Hát úgy néz ki egy nap, hogy fölkelünk, reggeli edzés, utána elmegyünk kondizni, utána mindenki megy iskolába, és olyan 1-2 körül vége az iskolának, utána pedig megyünk vissza edzeni, és utána pedig este közös kaja. Nagyon sok hangsúlyt fektetünk a részletekre, tehát például a kedd és a péntek reggel az leginkább rajtfordulók, célbaérkezés, erőnlét. Vannak ilyen úgynevezett power rack és power tower. Úgy néz ki, hogy van egy nagy vödör, amiben vizet öntünk, és akkor azt ki kell húzni egy ilyen kötéllel a vízben. Tehát gyakorlatilag sprintelünk, csak ugye van egy kis ellenállás, és akkor ez a lényege, így szerzünk erőt. Mi a cél? A cél az olimpia. Ha meg nem jutok ki, akkor pedig szeretnék gyakorlatra jelentkezni, és akkor pedig dolgozni nyáron. Verrasztó Evelin is bebizonyította, 30-on felül is számolni kell a magyar úszókkal, sőt,
De nyilván ugye ez csak egy szám, tehát ezzel abszolút nem foglalkozunk szerintem, hogy most elmúltunk-e 30 évesek vagy sem. Szerencsére ez a 100 gyors jól sikerült, ugye nekem utolsó napon a főszámom ez a 200 gyors, úgyhogy remélem az is jól fog menni, bár ez a reggel annyira nem esett jól, de ez minden negyedik nap így van az OB-n. Rettentő sokat úszol, ugye sok váltót úsztok, tehát sokszor, nagyon sokszor ugrottál vízbe itt Kaposváron, hogy bírtad ezt a tempót? Megvallom, őszintén egyre nehezebben bírom ezt, hogyha egy nap ilyen 4-5-ször kell úsznom egymás után. Úgyhogy mondtam is, hogy ez lehetne kevesebb. Igazából nem is nagyon értjük, hogy rövid pályás OB-n miért nem volt elég ez a két darab 4-50-es váltó, amit tényleg mindenki jó szívvel megcsinált. És tényleg 4-100-tól 4-200, 4-100 mix, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez kicsit sok így a versenyzőknek, főleg, hogyha azért az egyéni teljesítményt is jól meg akarjuk csinálni, meg el akarjuk végezni ugye a feladatunkat. Úgyhogy nem mondom, hogy az első két nap olyan jól esett, hogy tényleg 8-10-szer úsztam egy nap. Gyorsúszó számokban rendre ott vagy az élmezőnyben. Igazából még egy évig szeretném húzni ezt, hogy ott legyek az elején. Örültem neki, nagyon sikerült nyernem, nem tudtam, hogy nagyon szoros verseny lesz, mert én nem mondom, hogy formán kívül vagyok, de annyira nem volt jó az első két nap, úgyhogy csak reménykedtem benne, hogy ez a 100 jól fog sikerülni, és tudtam, hogy a két mellettem úszó lány, ugye a Kurdi Zsófi meg a Petra ugye nagyon-nagyon gyorsak az elején, úgyhogy próbáltam minél jobban ott maradni, bár azt mondták, hogy elég ijesztőre sikerült az első 50, de én számítottam erre, tehát hogy abszolút fel voltam erre készülve, és hát a végén én jöttem ki most jobban. Mennyi esélyt látsz az olimpiára? Én nagyon szeretnék ott lenni, azt szerintem abszolút nem titok, hogy azért úszom még mindig, hogy kijussak az 5. olimpiámra. Úgyhogy hát remélem sikerülni fog, abszolút nem lesz könnyű, tehát tudom, hogy ez lehet, hogy talán ez lesz az eddigi legnehezebb, bár 4 évvel ezelőtt se volt túl könnyű kijutnom, hiába volt 2 A-szintem, így elég kaotikus a sikeredet, szeretném ezt egy kicsit előbb lerendezni, hogy ne a végére kelljen hagyni. Hát fel kell erre készülni, úgy gondolom, hogy most még ugye van egy 50-es verseny, utána haza kell menni, szépen át kell gondolni, hogy mi lesz ebbe a következő 3 hónapban, és minél jobban elvégezni a munkát, és utána azt a fő versenyt, ami lesz. Németh Nándi, épp úgy, mint sok válogatott társa, Glasgowból egyből Kaposvárra érkezett. A rövidpályás OB-n azonban még saját magát is meglepte. Hát őszintén persze, annyira nem jön be ez a egyfajta folyamatos versenyzés, de igazából végig kell csinálni. Ugye az Európa-bajnokságra is úgy mentünk el, hogy a Győrbe mentünk volna a ciklúzáró versenyre, és igazából az volt a fő végső állomás, de most úgy döntöttük, hogy azt mégsem, mert azért tényleg azért elég hosszú december volt, és edzeni is el kell kezdeni a jövő évre nézve, úgyhogy hát elég nehéz volt, főleg fejbe, tehát a fejben lévő részek azok, hogy el kell fogadni, hogy most 2 hét folyamatos versenyzés van, és igazából számról számra kell odállni, váltóról váltóra, rengeteg váltó volt ugye, úgyhogy ezt úgy kell felfogni, hogy tényleg edzés és gyakorlás, és nem úgy odállni, hogy ó, már megint egy versenyszám, hanem hogy lehet még többet gyakorolni. Mennyire vagy elégedett magaddal? Meglepően jókat úsztam, ugye 50 gyorsan még tudtam javítani egy kicsit, aminek örülök, 100 gyorsan megúsztam az Európa-bajnokságos időt, amire őszintén nem számoltam, hogy azt meg tudom megint úszni. Szerintem ahhoz képest, hogy ennyi verseny volt, és ennyi mindenbe úsztam, ugye rengeteg váltóba úsztam, ahhoz képest kihoztam mindenből a maximumot. Hogy tetszik a kaposvári úszoda és a verseny itt? Nagyon jó az úszoda, kicsit ilyen labirintusszerűség, tehát van egy olyan rész, hogy ugye kijövünk a versenymedencéből, akkor körbe kell sétálni, az egy kicsit hosszú, főleg egy ilyen 200-100 gyors után, amikor a saval az egekben van, de amúgy nagyon jó a légkör. Nagy úszoda, a levegővel sincs probléma, szóval minden levezető medence is teljesen rendben van, szóval nem fogok panaszkodni. Ugye nekem még közel is van Siófoktól, szóval szerintem egy teljesen jó úszoda, és remélem, hogy lesz még itt országos bajnokság. A kőbányás Telegdi Ádám is átmentette a formáját. Kaposváron jobban úszott, mint egy hete a rövidpályás Európa-bajnokságon. Szinte mindenki, aki volt most az Európa-bajnokságon, az jött ide egyből tovább. Ami azért nem mondom, hogy ezek ilyen őszinte úszások, ezt sokan beszéltük itt, hogy ez már, amikor egy másfél hetet végig kell így versenyezni folyamatosan, az nagyon, annak nagyon súlyos következményei vannak néha, mert nagyon hamar kiürül a szervezet, már 200 méterig alig megyek el, én érzem magamon, mert egyszerűen az állóképességem eltűnik.
De minden esetre ezt élvezem, ezt az OB-t, mert nagyon sok számot úszom pont ezért, hogy így edzésben maradjak, még megyünk tovább Győrbe egy harmadik versenyre. Úgyhogy szerintem így mindent egybevetve ez jó tapasztalatnak nagyon. Ennek ellenére, hogy azt mondod, hogy nem volt őszinte úszás, jobbat úsztál 200 háton, mint Glasgow-ban. Minek köszönhető ez? Hát ez nagyrészt Ricsinek köszönhető, hogy ilyen versenyre késztetett. Én is meglepődtem azon az időn. Azt hittem, hogy ilyen 50, tehát hogy rekord plusz mondjuk 2 tudok ezzel az állapottal, meg azzal, hogy előtte úsztam váltót, meg reggel is csomószor vízbe ugrottam. Úgyhogy azon én is meglepődtem, nem tudnám megmagyarázni. Őszintén szóval én jobbnak tartom azt, amikor az OB előtte van, mert egyrészt úgy felmérheti mindenki, hogy melyik számokban érdemes megpróbálnia úszni, vagy melyik számokban tud kikerülni az Európa-bajnokságra, illetve szerintem sok fiatalabb úszónál így most elvesztette az esélyét arra, hogy kiusson az EB-re, mert nem volt hol bizonyítsanak az EB előtt. De minket igazából ez annyira nem érint annyiban, hogy most, hogy utána van, kicsit kevésbé motiváltan áll szerintem mindenki oda itt. Ki azt, aki mondjuk akar tényleg egy jó időt úszni, de a legtöbbünknek ez inkább edzés jellegű. Nekem nagyon tetszik egyébként az úszoda, mondom, annyira, tehát olyan minőségem van szerintem, mint a Duna Arena, azt a számít, hogy nincs ez az eltolható fal itt 25-ösben, és, vagy 25-ösé lehessen tenni a medencét, és ezért keresztbe úszunk, ami kicsit fura, de maga a víz, az azt érezzük, hogy úgymond elég gyors, és szerintem minden körülmény adott ahhoz, hogy itt komoly világversenyeket lehessen rendezni. Hosszú Katinkát a rövidpályás OB-n csak ketten tudták megverni. Jakabos Zsuzsanna és Szurovcsák Ivett. A Nyíregyházi Sportcentrum úszója 50 mellen múlta felül a háromszoros olimpiai bajnokot. Nagyon jó érzés volt, és főleg azért, mert nagyon sokat tudtam javítani. Ez annak köszönhető, hogy javítottunk a fordulómon, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végre sikerült egy országos bajnoki címet szereznem. Az a tény, hogy Hosszú Katinka előtt végezte, jelent számodra valamit? Nyilván ugye ő nem mellúszó, és ez amúgy is sprint szám. Nyilván nagy dolog, de azért nem szállok el tőle. Főleg ugye a fordulók és a hosszú lehúzásra éleztük ki a felkészülést, meg nagyon sokat erősítettünk, ez látszott is, hogy erőbe ugye jobb voltam. Hát igen, meg lett az eredménye. Van bennem egy kis tüske, hogy a 100 mellen nem sikerült egy érmet elhoznom, mert azt is nagyon szerettem volna, de 2 másodpercet javítottam ott is a legjobb időmben, úgyhogy nem lehetek elkeseredve. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos ez a verseny a felkészülésünk szempontjából, hiszen így decemberben így úgy gondolom, hogy már mindenki tudott viszonylag beleállni az edzésbe, és megnézni, hogy most hol tartunk. Szóval ez nagyon jó ez a verseny, hogy így decemberre rakták. És a váltó az megint csak azt mondanám, mint nyáron, hogy ez egy igazi szegedi specialitás, főleg a 4x200-es, hiszen nagyrészt gyorsúszók vagyunk, és úgy gondolom ez áll mindenkinek a legjobban, főleg így 200-an, és igazából elég fiatal váltónk volt itt testvéremmel és egy 2006-os kislányal, ugye a Kikivel, és hát sikerült ott nagyon jól elindítani így az egész versenyt, és ez kijött, és úgy gondoltam, hogy ennél nem fogok majd tudni jobbat úszni a 200 egyénin, de végül sikerült. Felkészülésben vagyunk, és igazából nekem volt egy ilyen nehezebb időszakom, mert jött jám egy kis súlyfelesleg, de sikerült leadni decemberre, és így nagyon örülök az időeredménynek. És úgy gondolom ez a helyezés, ez így nagyon jól jött, hiszen ajnáig ugye az előző versenyre a rövidpályás EB-re készültek, és így már elég el vannak fáradva, szóval így viszonylag nekem ugye erre készültem, és így viszonylag könnyebb volt. 25-ös medence ide vagy oda, Rasovszky Kristóf itt is kipróbálta magát. A nyílt víz magyar királya 50 háton is a döntőbe került, 800 gyorson pedig dobogóra is állhatott. Kicsit újdonság mindig, mert ugye általában 50-es medencében is készülök, úgyhogy ez még ahhoz képest is rövid. Itt tényleg egy fura itt versenyezni, de hát közben azért mégiscsak úgy jól jön a változatosság, meg egy kis különlegesség az életemben mindig, amikor egy évben egyszer rövid pályára tévedek. Úgyhogy szeretek itt lenni ilyenkor, amikor rövid pályás OB van. És igen, jól is teljesítettél, háton úsztál A döntőket is. Igen, szerencsére a rövid pálya jót tesz a hátúszásomnak. Itt ez a 3 számú 3 A döntő ez összejött megint ebben az évben is. Szerencsére mennek a delfinek azért, úgyhogy ugye sokat segít ebben a medencében hátúszásnál, hogy bejussak a döntőkbe. Nyilván egy 50-es medencében, ahol már inkább azért az úszás jobban számít hátúszásnál is, ott azért lennének gondok, főleg az 50-100 méteren,
de itt a 25-ösben át tudok csípni egy-két döntőt. Azért nem tervezel átváltani a medencés és akár rövidpályás úszásra? Nem, semmiképpen sem, ez egy kirándulás teljesen. A tavalyi versenyrendtől eltérve, idén az Európa-bajnokság után közvetlenül rendezték ezt az országos bajnokságot. Először térjünk arra, hogy miért döntött így a Magyar Úszó Szövetség, hogy rögtön az Európa-bajnokság után rendezik az OB-t. Azért, mert bejött egy új verseny, az úgynevezett ISL, több fordulóval. Október elején már világkupa futam volt Budapesten, szeptemberben kezdtek melózni. Októbert végigversenyezték, a november elejére berakunk egy magyar bajnokságot, gyakorlatilag nem lett volna mód felkészülni az EB-re. Jövőre megpróbáljuk másképp, és visszarakjuk az eredeti időpontra ezt a bajnokságot, de ebben az évben így döntöttünk, és az eredményeket nézve nem tűnik rossz döntésnek. Minek köszönhető ez, hogy ennyi országos csúcs született itt Kaposváron? Erős a magyar úszás, ez az igazság. Ön melyiket emelné ki ezek közül? Hát többet is ki lehet azért, és meg nem bártuk senkit, amikor az, hogy 30 évesen a hosszú Katinka országos csúcsot úszik 200 mellen, egészen elképesztő volt. Már lassan azt hittem, hogy erről az úszásról, meg mint orvos az emberi testről sok mindent tudok, és ahogy nézem őt, az egész pályafutását, a versenyzését, egyre inkább most már kétkedek magamba is. Az egy 400 vegyes után 200 mellen országos csúcsot úszni, önmagában pestesen szólva nagy kunszt. Úgyhogy azzal még, hogy valamivel kevesebb számot vállalt, ne feledjük el, hogy a múlt szerdától azért 5 napon végigúzta az Európa-bajnokságot, és utána úszta ezt, szóval azért 10-12 napon belül ezt a programot megcsinálni brutális. Cseh László a másik nagy kérdés a magyar úszósportban. Már belengedte visszavonulását, mit gondol, hogyan áll most Cseh László? Nehéz megmondanom, ezt csak ő tudja. De továbbra is a maximális csodálatomat és bizalmamat élvezni, nem tudok erről többet mondani. Május végén rendezték Kaposváron az első nagyobb versenyt az új uszodában, akkor az országos ifjúsági bajnokságnak adott otthont a Csík Ferenc versenyuszoda. Decemberben már Magyarország legjobb úszóit látta vendégül, Kaposvár legújabb komplexuma. Büszke vagyok arra, hogy meg tudtuk csinálni, köszönöm kollégáimnak és köszönöm a bizalmat a Magyar Úszó Szövetségnek, hogy megtiszteltek bennünket, hogy országos bajnokságot rendezhetünk, örülök az országos csúcsoknak, örülök annak, hogy bármelyik úszóval beszéltem, azt mondják, ezt jól megcsinálták. Jó érzés ezt hallani, és ez biztat bennünket arra, hogy ezt az úton menjünk tovább, aztán jöjjön ide még nemzetközi verseny, jöjjön majd ide a felnőtt nagypályás OB is, és ki tudja, hogy hol állok majd. Ez egy hosszú távú együttműködés Kaposvár és a magyar úszósport között? Az elnök úr már vár, és pont erről fogunk többek között is beszélni, úgy konferálta be a megnyitón, hogy a magyar úszósport egy új fellegvárába érkeztünk. Én nagyon remélem, hogy ezt sikerül is megerősítenünk. Mi akarunk rááldozni, szeretjük a sportot, ezen belül szeretjük az úszást, és nézzen körül, nem azért építettünk egy ilyen úszodát, hogy üres legyen. Mi kell ahhoz, hogy ez legyen a magyar úszósport fellegvára? Szívesen jöjjenek ide az úszók, szívesen jöjjenek ide a válogatottak, szívesen jönnek ide a bajnokaink, legyen egy jó úszósport Kaposváron, habár ők már példák, akik itt vannak nálunk, ez mindig lendít azon, hogy egyre több tehetséges fiatal jöjjön be, és azt, amit megállapodtunk, azt pedig tartsuk be. A mai adásba ennyi fért, jövő héten a hónap legjobb interjúival várjuk Önöket. Startfejesben, úszófelszerelésekben gazdag, áldott békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra!
A műsor és a magyar úszósport elkötelezett támogatója az Aréna, a Szerencsejáték ZRT, az Antenna Hungária, az Audi, a Market ZRT, a Danubius Hotels, a Viva Vitamin Víz és a PricewaterhouseCoopers.